Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. Ehhez passzol nagyon jól ez a piros színű gyertya, hiszen szimbolizálja a szeretetet, a szerelmet, a lelkesedést. És itt látható még valami, ami érdekes, mégpedig ez a kő. Én itt élek Mallorca szigetén, nem messze a tengerparttal, és gyűjtögetem ezeket a köveket a földközi tengerből, és számomra van ennek egy jelentősége, és ha úgy látod, hogy valamit közöl veled ez a kő, leírhatod a kommentárba. Ami itt látható, a képen talán nem olyan tisztán, de itt látható egy M betű. Az lehet valakinek a neve, hogy M betűvel kezdődik, lehet egy város, egy falu, ami M betűvel kezdődik, vagy lehet egy fogalom is. Tehát ennek is van egy jelentősége. Azon kívül látható, hogy ez a kő olyan ovális, tehát így kiformálódik majd valami, és itt felül látható két szárny, mint egy pillangó, tehát egy ilyen régi musztert, erre is utalhat az M betű, azt elhagysz, lesz egy ilyen felszabadulás részedre, hiszen lezársz valamit, és meg lesz akkor a könnyűség, mint egy pillangó, lesz egy új irány, egy új kezdet, és itt kiformálódik, kialakul valami. Itt bal oldalon láthatóak a te képeid, veled szemben az övé. Itt ez az özvegy férfi áll a középpontban, alatta megjelenik a halál. Ez jelenthet természetesen egy örökösödési ügyet is, ami kellemetlen lehet számodra, hiszen itt fogva érzed magadat. De a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése is. Ez a férfi utalhat a lelki társadra, és jelenti azt, hogy vagy kicsit idősebb, vagy ez a férfi szomorú, hiszen egyedül érzi magát. És miért van így? Bepillantunk most az ő világába, hiszen látható itt a háttérben ez a baráti kör, ezek iszogatnak, lehet, hogy itt alkohol témákról is szó van, de azt is jelentheti, hogy olyan ez a férfi, mintha részeg lenne, hogy nem lát át a dolgokon, és emiatt nála úgy most összeomlik minden. Nem tudja, hogyan tovább. A barátok elbúcsúztak tőle, hiszen azt is jelenti, hogy itt fogva érzi magát, egyedül van, magányosnak érzi magát, csalódott a baráti körben. És mivel itt megjelenik a halál kártyája, aminek szimbolikus jelentése van, ő lezárja ezeket a dolgokat. Ezek a te kártyáid, tehát kihat mindez rád, és a kártyák azt mutatják, hogy láss át a dolgokon, hogy mi van vele, miért olyan visszahúzódó, miért érzi úgy fogva magát. De lesz változás, hiszen itt látható a postás, aki átnyújtja ezt a levelet számodra, ez egy üzenet tőlem, tehát hamarosan jelentkezni fog nálad. És most megnézzük az ő kártyáit, hogy tulajdonképpen mit tervez veled. Itt látható a szerencse, lesz egy szerencsés fordulat. Ő közeledik hozzád, segíteni fog neked, hiszen jó szándékokkal jön. Itt látható a szerelem, és itt, mint Rómeó, énekel neked, tehát közli veled azt, hogy szeret téged. Itt a nappali szoba lehet egy látogatás, vagy egy meghívás, de azt is jelentheti, hogy ő tervez veled egy közös otthont.
Itt látható az utazás, az lehet, hogy ő külföldön van, és szeretne meglátogatni téged. Vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy tervez veled egy közös utazást. És itt ez a kép középen azt jelenti, hogy lesz egy közös életút, lesznek tervek, lesznek változások, fontos döntések, hiszen el fogtok gondolkozni azon, hogyan tovább, melyik irányba. Ezek az utak jelenthetik azt is, hogy a sors utatok újra kereszteződik, tehát lesz egy találkozás. És most átküldöm a gyertyamágia energiáját, figyelj oda arra, melyik szó jut eszedbe, hiszen ennek van egy jelentősége. Hiszen ez lehet egy ilyen lelki üzenet saját magadtól, vagy egy üzenet tőle. Tehát én küldöm a gyertya energiáját. Melyik szó jut most eszedbe? Ha gondolod, leírhatod a kommentárba. És most helyezd magad kényelembe, csukd be a szemed, gondolkodj el azon, hogyan tovább, mik a tervek, hogyan tudnád ezt megvalósítani. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!